nem sűrűnnáltak meg csak annyit, hogy a lovak pihenjenek úgy, hogy útközben hol az egyik, hol a másik elszundított. De hát a lovak mentek az úton, nem tértek le az útról. Lőcsei Antal kellemes személyisége átszőtte egész előadását. A közönség érdeklődve hallgatta a székely mesemondó szavait. Csak mesemondó vagyok, nem más, hát jó, nem éppen, hogy más nem csináltam, mert csináltam a kultúrmunkából sok mindent. Fiatalkoromban még táncoltam és színdarabokba játszottam, de most kizárólag mesemondásval készültem ugye most estére. Hát a bemutatkozás, van egy kedvenc mesém, ami bemutassa a melyenes volt az a bukovinai székely ember, amelyik onnat eljött. Ezzel kezdeném aztán sorba, ameddig meg nem unjuk. Valójában Varga Sándor tanító bácsinak köszönhetem, hogy mesét kezdtem mondani. Valamikor, hát lehet, hogy egy 25 esztendővel ezelőtt, vagy még egyvel többvel, és szervezett nálunk Hertelendi falván egy olyan úgymond vetélkedőt, ugye, hogy előbb a mindenki otthon, majd a három székely falu, aldunai székely falu közt, szóval úgy, hogy Hertelendi falva, Sándor egyháza és Székely keve. A döntő ugye az nálunk volt, Hertelendi falván, az úgy volt, hogy mesemondás, versmondás és népdalénekes. Mondom, hogy Sándor bácsi, ebben én is részt akarok venni. Hát de azt mondja, te nem tudsz énekelni. Hát nem is akarok, mondom. Kezembe adott aztán egy Sebestyén Ádám gyűjtötte mesekönyvet, és azt mondja, válasz egy mesét, és mondjál mesét. Így kezdtem mesét mondani. Aztán egyik a másik után jött, ugye, és megszerettem. Aztán most már odáig juttam, ne dicsekedjek, hogy mondta Hofi, hogy a Hertelendi falvi mesemondó műhelyet vezetem a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületbe. A nyelvjárás, ez ami ugye különbözik a többitől. Hát van ott egy kicsi olyan, hogy a székely furfang azért benne van, és ami hát nem az a klasszikus népmese, hogy hol volt, hol nem volt, hogy, hanem valamelyen olyan félig meddig valahol valami igaz történet, és az úgy az idők hosszú során népmese lett belőle. És ugye azok a mesék, azok a népéletiből vannak, hát ugye minden népnek van egy maga sajátossága, hát így a székely népnek, és az benne van ugye azokban a mesékben. Álljon meg ember, mert Jánoska nincs meg. János bám az apja kifogta az egyik lovas, felszökött a hátára, és visszament, hogy megkeresse. És ott útközben egy román család kapált, gyermekek a kocsi alatt játszottak, és kérdi, hogy nem eláttak egy gyermeket, de hogy nem halták, hogy sírcs bétették a szekár alá, mert ugye a szülők azok még a tusod alán voltak, s majd amikor visszaértek. Na hát János bá oda bénézett, tehát kivette a kólyás gyermeket, visszaszökött a lóras, mentek tovább. Vannak olyanok, ami, hogy mondjam, meg hát amit mondtam, és hogy ugye azt én gyűjtöttem otthon, valójában az egy hertelendi falvi történet, hogy az most már tökéletesen mi az igazság benne, szóval a lényege igaz, de hát a részletek az most már az több mint 100 esztendeje történt, ugye egyszer Rafai Juditval beszélgettünk, hogy vajon születnek-e majes népmesék. És akkor ő, hát az a Rafai Judit, szóval akkor még nem volt, de most már doktor Rafai Judit, ő munkatársa a Hagyományok Házába,
és ő azt mondta, hogy szerinte, ami 100 éve szájról szájra halad, ugye, és megmaradt, az már népmese. Ha nem, és az a hol volt, hol nem volt, minden formája meglegyen, ugye, vagy a 3 testvér, vagy a 7 fejű sárkány, vagy a tudomesén, ha nincs es ebbe benne, de attól még az már népmese. Nagy része a meséknek inkább felnőtteknek való. Van ott olyan is, ami gyermeknek való, nem, hogy nem, de szóval meg kell keresni egy nagy részét. Az olyan gyermeknek már szinte mindegyik való, amelyik már 12-3 esztendős, amelyik érti a történeteket, de olyan kicsi gyermeknek, amelyik 4-5 esztendős, hát nem mondom, hogy nem lehet kapni, de én nem tudom, hogy egy 2-3-at tudok-e. Igazából én, amit otthon gyűjtöttem a többit, mind a Sebestyén Ádám gyűjteményei, valójában 3 kötet járt a kezembe, és azokból válogattam én a meséket, azokból tanultam meg, szóval átest dolgoztam, hát nem tudom, hogy egyetes úgy mondtam-e el, vagy tanítottam a gyermekeket rá, ahogy úgy le van írva. Hát minden mese mondónak megvan a maga stílusa, ugye, és akkor hát én is úgy gondoltam, hogy kijavítottam. Nem lehet azt úgy mondani, hogy kijavítottam, mert azt nem kell kijavítani, hanem úgy a magam módján mondtam el. Soda Zakaszorvára, Reakönyökölcs, nagy buzgón imádkozott, egyszer nézi, mikor a fejét megemelte, úgyhogy a lovak a hámból kibuttak, szárnyik nőtt, s megfutamodtak, s felrepültek.